2021-22-es bajnoki évben a ifjúsági csapat két bajnokságban szerepelt. A kiemelt ifjúsági bajnokság nyugati csoportjában, és ugyanez a csapat az NB2 északnyugati csoport felnőtt NB2-es bajnokságban már visszatekintve jó pár évre ez szokásnak tekinthető. Külön szeretném értékelni a csapat teljesítményét. Először a ifjúsági bajnoksággal kezdeném. A csapatunk gerincét a 2004-es korosztály alkotta, de játszottak még a csapatban körülbelül 3-5 játékos, akik 2003-as születésűek, és voltak a sérülő csapatból is 2005-ös születésű játékosok. A bajnokságban a 8. helyen középmezőnyben végeztünk, ami ezzel a korosztály, amivel a mi játékosaink fölversenyeznek, azt hiszem, hogy elfogadható átlagos teljesítménynek számított. Voltak, mint minden csapat életében, jobb mérkőzések és kevésbé jó mérkőzések. Ami gondot jelentett az egész szezon során, beleértve mind az ifjúság és mind a NB2-es bajnokságot, hogy rengeteg sérült akadályozta már a felkészülésünket és az mérkőzéseink egészét egybe véve. Pontszámban körülbelül pár ponttal maradtunk el a felsőházt tekintve, de a felső olyan csapatok előztek meg bennünket, ahol jóval idősebb 2001-2002-es korosztályú játékosok versenyeztek. Az NB2-es bajnokságban 7. helyen végzett a csapat. Azokat a csapatokat, akik a tabellán alattunk végeztek, sikerült hazai pályán mindenkit megverni. Volt becsúszott egy-két kellemetlen vereség, gondolok itt a Lipót és az alsóösi idegenbeli mérkőzésekre, de ezt tudta kompenzálni a csapat egy hazai Tarján és Győr elleni mérkőzés győzelmével. A Győr elleni győzelmet azért emelném ki, mert a győri csapatban olyan játékosok léptek pályára, akik már NB1-B felnőtt bajnokságban is szerepeltek, és a tegnapi nap folyamán pont megnyerték a kiemelt ifjúsági bajnokságot. Játékosok közül egy-kettőt szeretnék, és főleg nem a teljesítmény nyük miatt kiemelni, hanem amit állandóan mondok, hogy azokra a játékosokra tudnak számítani a klubok, akik egyenletes, jó, megbízható teljesítményt nyújtanak, és sérülésmentesen. Mérkőzés számba, remélem ezt a statisztikák is mutatják, a Bollócki Botond, aki végigjátszott az ifjúsági és az NB2-es bajnokság mérkőzéseinek a körülbelül 90-95%-át, az Urbán Patocskai Csongor úgy szintén, talán őket tudnám, és én azt fogom kérni a játékosoktól a saját felelősségük érdekében és a csapat érdek, amit megkövetel, hogy a következő szezonra úgy tudjuk megkezdeni a felkészülést, és nem csak megkezdeni, a folytatni, hogy vigyázzanak magukra, mert azt hozzá kell tennem, hogy tehát ezek a sérülések, betegségek, ezek nem csak szerencsétlen szituációkból, vagy túledzettségből, túlterhelésből következtek be, hanem a játékosoknak is sokkal jobban kell figyelni a saját szervezetükre.